Szászlós köszönök együtt mindenkinek a The Binding of Isaac-nél. Pont, hát ez most egy ilyen úgynevezett hopperekkel kattintom a képen, egy ilyen úgynevezett challenge lesz, amit még régebben láttam YouTube-on, és egész mókásnak tartom, igazából semmi értelme sincs. A lényeg az, hogy én itt a játék elején adtam magamnak ezt Skeleton Keys, láthatjátok, hogy 99 kulcsom van. Végtelen erő van a D6-osomon, és be fogom menni minden item szobába, nem fogom felvenni az itemet, ami ott van. Bármennyire tetszik nekem, bármennyire nem tetszik. És random pár számokszor újra fogom baszogatni, és aztán felveszem, és meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, meglátjuk, hogy észreveszem-e magamon, hogy mit változott az emberkém, stb. Mondom, ennek semmi értelme, sincs, csak mókásnak találom, és kíváncsi vagyok, hogy milyen itemeket kell majd elszkippelnem. Nem hiszem, hogy utólag vissza fogom nézni, de szerintem mókás lesz. Na mindegy, megint körülbelül egy hónapig nem játszottam ezzel a játékkal egyáltalán, ami lehet, hogy túlzás. Azt még nem akarom felvenni. És amúgy itt volt egy színezett kő, csak nem hiszem, hogy a bombám elér odáig, szóval még várok, ameddig kapok még bombákat. És Gluttony az egy egyetlen nem nehéz kis miniboss itt a játék elén, kivéve, hogyha eltalál engem. Illetve azt se teszi nehézé, csak nekem kéne nem kurva bénának lennem, de még egyáltalán nem vagyok az, mert még nem találtam. És miért nem használja a szuper kibaszott lövését? Igen, pont arra céloztam. Na, ajj. Azt hittem, hogy el fog találni. És egy health up. Minden egyes itemnél működni fog ez a dolog, hogy én újra baszogatom, szóval most szépen nemesleg becsukom a szememet, és úgy fogom csinálni. Szóval becsukom a szememet, és ezt mondjuk, ami bíznatok kell bennem, és ezt körülbelül háromszor fogom újra baszogatni. Szóval legyen egyszer, kétszer, és háromszor belemegyek az itembe, hallottam, hogy felvettem, még várok egy kicsit, hogy eltűnjenek az információk a képernyőről. Szerintem mostanról eltűntek, és ez egy spacebaros item, amiket nem vihetek magammal, mert nekem kell a D6-os, szóval megint legyen mondjuk kettőször, nagyon legyen megint három. Egy, kettő és három, menjünk neki, felveszünk, remélhetőleg ez már nem egy spacebaros item, de ez egy spacebaros volt, nem más, mint a GameKid, szóval most megint háromszor ez. Persze, nem persze, hogy el fog fordulni, spacebaros itemeket fogok kapni, szóval egy, kettő, három. Remélem, hogy nem nyomom túl gyorsan a space-t, és mindegyik alkalommal újra baszogatom az itemet. Oké, ez már nem egy izé volt, kinyitom a szememet, és 10 extra bomba, rendben, nem olyan vészes egy kis harcért. És persze pont jól jön nekem, mert akkor biztos, hogy hozzá tudok férni ehhez a színezett kőhöz. És bizony, egy bomba nem lett volna elég, szóval szerencsére nem baszogatom el. És van 99 kulcsom, és ezt ki fogom használni, ezt ne nevezzétek csalásnak. De ki fogom nyitni ezeket a ládákat is, mert kaphatok belőle az itemet. Azt még mindig nem akarom felvenni, majd visszajövök ide a körnek a végén. És már 4 perce itt vagyunk ezen az emeleten, 3,5 pontosabban, szóval sietni kell. Ez minden bizony egy hosszú kör lesz. De szerintem mókás lesz, szóval ennek a lényeg az, hogy mókás. Nevezhetitek akár... Ne nevezzétek csalásnak ezt a dolgot, mert szerintem... Nem csak. Oké, anyunak a kontakt kibaszott lencséje, az nekem kell, az egyik kedvencem, tier effectem a... megfagyasztás, szóval ettől lefagynának az ellenségek, de sajnos ezt most újra fogom pörgetni kettőször. Egy, kettő, menjünk neki, és ez vajon is oda, nem más, mint a Money Equals Power, ami azt jelenti, hogy ki lesznek zárva ebben a körben a judgmentek és a boltok, hogyha erős akarok lenni. Amúgy régen azt hittem, hogy ez a Money Equals Power csak 50 centig működik, de aztán információkból, meg a Isaac Wiki használatával rájöttem, hogy ez nem igaz. Hogy 99 centig működni fog, és minden egyes cent felvisz 0,04 sebzést. Értitek, hogy mire célodok? Még át akarom nézni ezt az emeletet egyébként. Amúgy ez egy viszonylag hosszú emelet volt a kezdésnek. Lehet, hogy ez valami... nem ez... De ez is valami curse-nek az eredménye, de mindegy, ezt felnyitom, ezt a kis ládát. Kereshetnék akár titkos szobákat is, és minden bizonyal fogom is csinálni, mert van 9 kibaszott bombám. Na, ebben a körben egyébként már csak az lenne a kínos, hogyha meghalnék. És nyilvánvalóan nem akarok meghalni, és én arra tippelnék, hogy itt fent lesz a mi titkos szobánk, vagy idelent. És minden bizonyal idelent van akkor, király. Bízom kellett volna az ösztöneimben. Oké, Bob's Rotten Head, ezt először is felveszem, csak azért, hogy olyan a rotációban teljesen kijönjön az item, és most újra fogom pörgetni, mondjuk egyszer. Egy, kettő, három, négy, öt. Menjünk neki.
És mindjárt ki is nyitom a kis szemecskéimet. Fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Fogalmam sincs. Mert a nyakamban lóg valami, ez az Eternal Life. Mi ennek a neve? Ankh? Ez az Ankh szerintem. Szóval, ha meghalok, akkor Blue Babyként vissza fogok jutni. Vagy nevezhetjük akár kérdőjának is. Stevennel fogunk most harcolni, ami azt jelenti, hogy itt próbálkozhatnak újra pörgetni, de igazából csak kettő item közül választhatnék a Little Steven és a Sima Steven között. A Little Steven az egy követő, a Sima Steven meg egy damage-up. Szóval, és elég kicsi az esélye, hogyha megkapom a Little Steven-t, akkor megkapom utána a nagy Steven-t. Szóval minden bizonyára ezt hagyni fogom a francban. Vagy csak simán megpróbálom megölni a kicsit először, és akkor biztosítani fogom magamnak, hogy a nagy Steven-t kapom meg. Az is egy ötlet, megoldás. Szóval itt most kicsit fuckolni fogok a szisztemmel, bocsánat miatt emberek, de... Miért ne fuckolhatnék? Csak akkor nem kéne megölni a nagyot. Először a kisivel kell égezni. Király! Lényegében be van nekünk biztosítva egy nagy Steven. Mégis egy kicsit kaptam meg, szóval Jokeson mi, vegyük fel, felesleges újra baszogatni, visszamegyek egy kis életért. És az első emelet 7 perc alatt kurva lassú egyébként. Ezt itt fel is nyitom, akkor ennyi erővel. Van bombám rendesen. Rendben, nem kell visszamennem túl sok kettőt. Oké, első emelet 7 perc alatt, ez eléggé gáz. Na mindegy, megpróbálok kicsit begyorsítani. Nem vagyok egy MLG Isaac játékos. A Platinum Isten az ne téveszem meg titeket, bár... Nem tudom, körülbelül a játékosoknak a 2%-ának hogyan ne keresednek, ha meg a Platinum Isten, szóval mindenki gondolhat azt, amit akar. Rendben, plusz pénz, egyenlő plusz hatalom, plusz erő. Ugyebár ez a damage-et viszi nekem egyre följebb. És már van satalom a pókokat, szóval viszonylag erős fők. Amúgy elnézést, nem, nekem asztali járványom van a mikrofonomon, szóval a billentyűzet hangok lehet, hogy eléggé zavarók lesznek. De ha csak nem veszem fel a csokis tejet, akkor nem fog történni semmi baj. Majd még meglátjuk, hogy mi lesz. Na. Na, amúgy szerencsére itt van az item, szóval meg itt ezt a kulcsot fel is veszem, hiszen miért is, nem? Plup, Peeper's Eye, nem a kedvencem, újra fogjuk baszagotni mondjuk. Egyszer és kétszer, és vegyük fel. Aztán kinyitom a kis szemecskeimet, és... Little Gifts, ez egy kifejezetten jó, az egyik kedvenc követem, király. Ő le fogja lassítani nekem az ellenségeket, szóval örülés van, szeretem. Kifejletlen. Arcade-ba egyenőre nem akarok bemenni, oda felesleges, már nincsenek Spirit Heart-jaim, ami elég fura így még a játék elém. Szent szar, haver, miért robbantatod így fel magadat? Vagy nem vásatolom ezeket a pókokat? Vagy csak a legyeket vásatolom? Találkoztam egyáltalán legyekkel? Én már nem is emlékszem. Lehet, hogy nem is kellett volna nekem a Skeleton Key. Mert annyi kulcsot kapok. Na mindegy, maximalizálni akartam az esélyeimet, meg a... Meg így láttam még az interneten is, hogy ez a challenge ez így működik. Mert így értelmes, szóval ezért csináltam így. Azokat a pókokat. Ajaj. Szerencsői mellé lőtt a pók. Meg nem is lőtt igazából, de szerencsői mellé ment és... Nem akartam oda egy kulcsot elhasználni, de szerencsére nincsen... Vagy arany ledott. De szerencsére tele vagyunk izével, és véletlen felvettem egy speed-upot elnézést miatt, ezt újra kellett volna ugyanúgy baszogattam, de láthatjátok, hogy egyből belelökött engem a játék. Nézzük meg, hogy mi van ide bent. Igazából nem akarom egyáltalán költeni a pénzt. Szóval most a boltokba csak azért fogok benézni, hát a griddel harcolok, aki pénzt fog nekem adni. Vagy a quarter-t, ami szintén pénz egyébként, 25 pénz pontosabban. Inkább csak üzi meg a bosszunkkal, aki nem más, mint a Widow, egy könnyű ellenség. Uram, kibaszott atyám, mikor megjelent a Breath of the Land, ő volt az egyik legóképp kibaszott boss, mert azt hiszem eleve, mikor rádugrott egy egész szívet sebzett neked, plusz sokkal gyorsabb volt, sokkal messzebbre tudott ugrani. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a helyzet ezzel a csajjal. Oké, egy heltább, tudjátok, hogy milyen szívesen felmenném, de sajnos nem tehetem? Na mindegy, pörgessük újra, mondjuk most legyünk extrémek 10-szer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és hiszitek, hogy sem. 10, remélhetően nem nyomtam meg túl sok. Ó, ne, Pageant Boy. Áj, a picsába, mert mikor kis nyitottam a szemet, mert akkor tudtam, hogy ez a Pageant Boy lesz, de se baj, mert van egy Manicus Power-em. És Krampus. Pont most akartam mondani, hogy nem nagyon lenne értelme, lehet, hogy a Deals with the Devil tucosokat ki kéne hagynom, mert még a végén véletlenül felveszem a halott macskát, ami eléggé szar lenne, mert akkor az azt jelenteni, hogy 9 életem lesz.
De csak egyetlen egy szívem. Szóval két ütéstől meghalok, ha Wumban meg egyenesen egy lövéstől. És a Krampus ellen nem kéne nekem kettős sérülést bekapnom. Nem a legkönnyebb boss, de már elég gyakorlat vagyok. Lamp of Coal és Mom's Pearl az sokkal jobb, mint a hiányzó lap. Missing Page a neve, igaz? De egy Missing Page, kirek. Lamp of Coal-t... Újra basszogatom, de hogy a halott macska lesz, akkor ideges leszek, nem mindegy. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Kívántok nekem szerencsét. Na vajon mi vagy? Ugye nem a halott macska vagy? Fogalmam sincs, hogy mi az. Na mindegy, menjünk tovább. Egy szívem hiányzik, azt itt vissza is tudom tölteni, és 10 perc alatt eljutottunk a kibaszott harmadik emelethez, ami mondom, túlságosan is lassú, kicsit bele kell húznom. Nem vagyok ilyen MLG-i ezek játékos, hogy időre viszem meg ilyenek, de szerintem 200... Milyen 200? Csak 130 órát játszottam. 130 óra után a Goldhoof nem kell nekem. 130 óra játék után, mert olyan fél óra alatt végig kéne vinnem a játékot. Na mindegy, menjünk be az item szobánkba. Anyu kése! Játék! Istenem, miért teszel engem próbára? Na mindegy, ezt sajnos most újra kell baszogatnom. Legyen mondjuk csak... kettőször. Na jó, legyen három. Egy... kettő... három. Vegyük fel. Anyu kése, sajnos most itt kell, hogy hagyjadok, és... nem másért cserébe, mint... Harlequin baby! Rendben. Nem olyan vészes, nem a legjobb követő, mert általában mindig elő az ellenségek mellett. De ezért még talán fogom használt is venni. Egész sok követő van, most már csak az izélet nem kéne felvennem semmilyen körülmények között a szentelt vizet, mert akkor minden bizonyalag is egy Brother Bobby-vel fogja változtatni, vagy Ghost Baby-vel, már nem emlékszem. Szerintem Brother Bobby, és nézzünk be a boltokba, hát ha griddel küzdünk meg. Nem, Bumfriend téged, amúgy sem vennélek meg. Viszont ahhoz, hogy növeljem a túlélési arányainkat, meg kell vennem ezt a Spirit Heart-ot. Ez egy kicsi sebzésbe fog nekünk kerülni, de se baj. Még így is vérvörösek a könnyeim. Így is vánsatolom azokat, szóval... nincsen semmi baj. Azokat a Meat Boy... hasonmásokat, akik nem is hasonlítanak Meat Boy-ra, azokat meg egyből megölöm, szóval menjünk be a bosszunkhoz. Rendben, a Cube of Mint-eket egyáltalán nem áll lehetőségemben újra pörgetni. Átváltoztatni, hogyha jobban tetszik, szóval ez a Heart... mindegy, kell egy ilyen körülöttem forgószal is. Plusz védelem, plusz egy kis sebzés. Ó, oh, baszki, mert álltam csak úgy ott. Na mindegy, 5 pénzünk így ment le a lefolyóban. Se baj, még egyszer találja légy, hogy kedves király. És a belső hang azt mondja nekem, hogy nézzek körbe még ezen az emeletem. Maximalizálni kell az esélyemet, főleg, hogy a cave-ben vagyunk és nem a katakombákban, szóval sokkal könnyebb az emelet, és ja, kirejük. Plusz pénz, megtért végül is a pénz, a Spirit Heart, amit elpazaroltam. Na, Goldhoof, igen, mert a szobában már voltam, hülye vagyok, térképet is figyelnem kéne. Ezen kívül még lesz még egy szoba, minimum, de szerintem ez is lesz a maximum. Talán még egy minibossunk is lesz, nem tudom. Meglátjuk. Ó, baszki, ez igazán közel volt. Bombát ezzel örömmel használok oda. Á, még több pénz. Plusz kulcsok, amikre nincsen nagyon szükségem. De a pénznek örülés van. Á, egy mob trap szoba. Az jó. Az jó, kifejezetten jó. Bár, nem tudom, csak jó az. Majd meglátjuk, hogy mi van. Egy pirula, és nem érzem magam szerencsésnek, szóval... yeah. Szóval beveszem. Egy telepirula végül is. Nem egy rossz pirula, de nem is a legjobb. Legalább tudjuk, hogy mi van a rotációban. És tudjátok, mit én megküzdök ezekkel, plusz pénz, plusz egy kisebb lév. Vánsatolom úgyis ezeket a kis... nem csak kettő... túlsatolom, csak a, hogyha a követőim is eltalálják őket, akkor... akkor halnak meg egy lövéstől. Na, gyorsan nézzünk ezekkel az élő popcornokkal. Remélem minél hamarabb, aztán ezek a turretekkel is. Így, néte vagy az utolsó. Még egy-kettő lövés, pontosabban egy lövés. Tudtam, mert ismerem ezt a játékot ennyire. És Fisztula, Fisztula, te... bárjunk csak! Mennyi szív maradt nekem ott a boss szobában? Csak egy fél? Volt deal with the devil ezen az emeleten? Nem emlékszem, mindegy, bemegyünk ide, mert akkor lehet, hogy kapok egy olyan itemet. Nem, dupla pókért elveszíteni kettő szívet. Nem jó munka. Na mindegy.
Közben már valami megjelent a Steam Inventory-ban, szóval minden bizonnyal kaptam egy trading cardot a Isaac-hez. Ugyebár most már trading cardok vannak ehhez is, egész menők szerintem. Egész vicces volt, mert lefordítottam és játszottam kemény másfél órát, és megkaptam minden négyet, amit lesz szerezni, a többit meg már csak trade-eléssel lehet megkapni, tudtam már, szóval... Nem tudom. De a stream trade-elés engem eléggé felbasz. Bár végülis örülök neki, hogy lehet itt trade-elni, mert legalább tudok venni ajándékokat, meg tudok fogadni ajándékokat. Még egy pirula, nem érzem magam szerencsésnek. Tears Down, ez egy elég kaki volt, de vannak követőim, akik attól még lőni fognak, szóval így is kifejezetten jó lesz a... Na szóval az, hogy milyen gyorsan öl meg az ellenségeket. Bombák és kulcsok, király, megnézzük, hogy itt van-e a titkos szobánk, mert elég valószínű egyébként. Nem ott volt. Akkor, itt egy zombi. Akkor ezek szerint a katakombákban, igen, megsenéztem a balsó sarkot, és már is a katakombákban vagyok. Milyen kibaszott király vagyok. Zöld emberek, akik bombákat lövöldöznek, és szerencsére kicsit buták, bár nem tudom, néha olyan, hogyha kurva jó lenne a mesterséges intelligenciók, máskor meg olyan, mintha kurvára szar lenne. Kifejezetten furák az ellenségek a The Binding of Isaac-ben. Na, fisztula megint. Minden szoba bárcsak fisztulákból áll. Néha azt kívánom. Na, egy lövés, kérek. Megint tele vagyok kulcsokkal, szó szerint. Na, tehát akarok menni, szóval szétkülönöm ezt a TNT-t. És valóban itt a boss szobánkra azt számítottam, hogy itt lesz. Én egy kibaszott jós vagyok, egy orákulum. Nem gondoltam volna, hogy el tudsz majd sütni épókot, de... Na mindegy. Van egy olyan érzésem, hogy egy apokalipszis lovas el... Nem, mert az már lehetetlen szerintem. Husk. Tökéletes. Na mindegy. Sőt, nincsen piercing shotom, szóval a... Legyeit majd meg kell nekem ölnöm, szóval nem fognak átmenni ezen a lövések. Azokon a lövések. Egy alkú az angyallal, az viszont jöhet. Egy Tears Up most nekem nagyon jól jönne, mert az kompenzálna azzal, hogy elvesztettem egyet, szóval pörgessük újra mondjuk ötször. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Remélhetően nem nyomkodtam meg túl sokszor, illetve túl, nem sokszor, hanem túl gyorsan. És halvány fogalmam sincs, hogy mi vagy, nem tudom mit csinálsz. Jesus Juice, oké, már látom az arcán a foltokat. Mitre, téged tudod, hogy mennyire szívesen felvennélek, tesó? El se tudod képzelni, mert alig vannak spirit heart-jaim, de mindegy. És újra foglak pörgetni mondjuk téged is. Hatszor, téged hatszor foglak, mert hatszor még egyszer se pörgettem. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor. Kíváncsi vagyok, hogy hányszor pörgettem újra a Sacred Heart-ot. Kinyitom a szemecskémet, és... Relic! Tökéletes! Az is Spirit Heart-okat fog nekem generálni. Na, egy Sacred Heart viszont nekem jól jött volna, az is egy Tears Up, plusz Homing Shots, plusz kibaszott erős lövések. Plusz a Cube of Fint megmentette a kibaszott segélyen. Az a Pope viszont meg fog engem támadni. Lehet, hogy egyenesen kétszer. Nem, más én volt, megint Cube of Meat. Cube of Meat-é a győzelem. Itt nem kaptam semmit. Tudjátok, mit bemegyek és szétrobbantok mindent. Bár nem kéne. Tudjátok, mint miért is nem. Spirit Heart. Lehet, hogy veled játszolom kéne, de amúgy nem is játszhatok, mert... Oké, ez most... Mégis még egy kulcsot se használtam el ezen az emeleten, szóval jól fog jönni, és téged is szétrobbantanak, ha bocsáss meg. Plusz pénzért, plusz damage. Megérte. Miért kapok ilyen sok pénzt egyébként? Ja, most veszem észre rajtam a Gapinak a kibaszott farka, ami azt jelenti, hogy a sok kulcs nekem jót fog hozni. Mert jót jelent, mert ki tudom nyitni az összes aranyládát, ami Gappi farka miatt fog megjelenni. Na. Ajaj, hál' Istennek, hogy előtt feladtam a csávon. Na. Amúgy nem is tudom, sokan úgy vannak vele, hogy a D6-ost, légen én is így voltam, hogy a D6-ost le kell passzolni, úgy körülbelül a womb előtt, mert ott már nincsenek item swag, de ez butaság, szerintem érdemes megtartani a D6-ost egészen a játéknak a végéig, mert nagyon hasznos item. Még igazából max a Nailért cserébe adnám el az egyetlen egy értelmes Space Bar item. Na, nem az egyetlen egy, de amit szeretek is nagyon. Book of Revelation sor az csak, hogyha azt használom egy olyan emeleten, ahol nincsen olyan boss fight, mint mondjuk a New Sea Raven ilyenek, akkor be van biztosítva az, hogy az egyik apokalipszis lovasával fogok küzdeni. Ami Cube of Meat-eket jelent, és én nem rajongok a Cube of Meat-ekért. Rendben, azért ott ezer örömmel használom, vagy Gapi farka? Nem, az a Red Hand, a Left Hand, ami csinálja a piros ládákat. Ó, baszki.
Oké, halott macska. Veled nem akarok szarozni, szóval téged gyorsan repörgetlek mondjuk egyenesen kettőször. Egyszer, kettőször. Légy színe, a halott macska legyen. Csukott szemem, se oda tudtam menni. Halo Flies? Oké, okay, I take it. Lakitó, nekem nem kell, inkább anyunak a gyöngye. Létszik grid legyen. Á, super grid. Tökéletes. Bár hogyha a Quotert adja, akkor azt is újra kell pörgetni, mert az is egy item. Viszont a Halo Flies és a Cube of Mint eléggé megmentik a seggémet. Jó pedvést bekaptam volna. De, á, végül sem is kaptam meg a... Bár még megkaphatom, nem? Vagy amikor meghal, akkor kapom meg az itememet? Na mindegy. Mitre, köszi a... illetve Relic, köszönöm szépen azt a Spirit Heartot. És ez amúgy is egy spacebaros item, szóval amúgy sem tudnám felvenni. Amúgy Mr. Boom a nevem? Vagy Mr. Mega? Nem, ez Mr. Boom. Na mindegy, akkor pörgessük újra háromszor. Egy, kettő, három. És ez nem más, mint doppergést kérek. Fogalmam sincs. Mindegy, menjünk tovább. Remélhetőleg valami hasznos dolog volt. Még mindig könnyeket lövök, szóval... Várjunk csak akkor a titkos szobánk, akkor már nem lehet a titkos szobánk, szóval... Szerintem itt lesz, hogyha még itt nem próbáltam volna, itt még minden bizonyan nem próbáltam. Zsír. Bizony itt volt. Á, még több pénz, egyenlő plusz sebzés. De vajon milyen dolgot kaptam én abban az item szobában? Fogalmam sincs. A lábamon sincsen semmi, szóval nem lehetett a lagfoot. Pedig annak örülnék, szeretem azt az itemet. Á, mindegy, menjünk tovább, ezt a szívet még itt felveszem. Menjünk tovább a következő emeletre. Necropolis 1, nem szeretem a Necropolist. Hélem, hogy nem csak a... Ja nem, buta vagyok. Hirtelen azt hittem, hogy még csak a... Katakombák 1-en voltam, mikor az előző emeletem. És csodálkoztam, mi a fasz keresek ezen a helyen? Nekem még mindig a Katakombák 2-kön kéne lennem. Na mindig, ott volt a titkos szobánk is, szóval ez jó, hogy oda helyeztem, plusz pénz, plusz kulcsok, amiket nem tudok felhasználni. Hassan meg lesz a 99 pénzünk is. Maximum sebzés. Mármint a Maniculous Power segítségével. Áó, baszki, azért arra odafigyelhettem volna, miért vagyok ilyen kis buton? Annak nem kéne beleállni a lövésébe, mert az egy egész szívet sebez. Az a csehó megint átlelt engem, te egy igazi kibaszott MLG Gluttony vagy. Magician, nem egy jó kártya. Egy pirula, ami nem tudjuk, hogy mi, de én egy merész ember vagyok. Tears up, király. Ez kompenzál az a Tears down-nal, amit nemrég kaptam. És Mask az a Fimfemi. Ezek nem jók, de a könnyeim kibaszott erősek. Illetve eléggé. Ja, ezek eléggé kibaszott erősek igazából. Ó, még nem is kell bombát elhasználni. Király játék, te egy igazi úriember vagy. Jobban örültem volna a Spirit Heartoknak. Na menjünk innen, el fog múlni a homing shotunk, maszk, illetve biciklisisak, te nem egy maszkot, csak egy biciklisisak vagy, szóval bekaphatod. Csoda, hogy nem sérültem meg, mi a fasz van, haver. Necropolis nagyon nem szeretem. Na, az alternatív emelet, ez most komoly, az alternatív emeletek kifizetten nehezek. De persze ez volt a lényege a Breath of the Wild DLC-nek, mert túl könnyű volt a játék sokak számára. Én nem tudok ítélkezni. Őszintén bevallom, mert én egyszerre vettem meg a Breath of the Wild-ben a Binding of Isaac-et, és de jó, hogy az a szív ott van nekem nem hozzáférhető helyen, és azért a kulcsért nem fogom kockáztatni a szívemet. Téged viszont kényetleg a szívért, amit majd felveszek. Csak még pazar... nem felveszem kéne, kit érdekel, mert nem szoktam oda figyelni a pazarlásra sem. Még néha kérem. De most inkább úgy gondolkodok, mintha soha nem veszítenem el azt a Spirit Heartot, szóval érdemes felvenni ezt a szívet? Köszönöm, pizsamák, hát egyszerűen nincs egy vörös pizsama, mert véres pizsama, ami nagyon tud ugrani. Hát mert az a pók se túl nagy veszély, a zombik azok könnyű ellenségek, piercing se az nagyon jó lenne viszont talánunk. Szerintem tudnám, hogy mit kaptunk az utolsó item szobánkból, mert az utolsó emeleten lévő item szobánkból, az rohadt jó lenne, és egyenesen belementem abba a zombiba, és akkor mi van? Deal with it. Én már csak így nyomom, baszki, ha elveszítettem mind a kettő Spirit Heartomat, mert az egy Spirit Heartomat, és mind a kettő felét. Ezt pontosan úgy értettem. Rossz érzés, hogy így ilyen gyorsan veszítem az életet. Nem akarok meghalni, légy szíded azt a zöld bombát. Köszönöm szépen.
Igen, és találtad azt a fészt, rád büszke vagyok rá. Rád, pontosabban. Rendben, viszont ez nekem nagyon nem tetszik a szituáció, ami itt van. Meg lesz a 99 pénz, ami azt jelenti, hogy maximum sebzésünk van a Money Equals Powerben. És már csak kettő kis kukacka van. Ah, és már egy csak ide. Még több pénz, amit nem tudok felhasználni. De felveszem, mert minden bizony nem fogom elkölteni. Ajaj. Itt van egy vörös pizsama, aki egy egész szívet sevez, mert champion verzió. Én nem fogom átszállni ezt a szívet. Őt vele gyorsan végezni kéne. Még így is úgy érzem, hogyha kifejezetten lassan lőnénk, ez elég kényelmetlen. Na. Kicsit több tearzap kéne nekem. Te milyen pirula vagy, téged még nem ismerlek. Pretty Fly. Hasznos lenne, hogyha nem kaptam volna meg a Halo Fly-t korábban. Egy range-up. Kicsi a range-em, de inkább így is, hogy is újra baszogatnám, szóval legyen mondjuk 4. 1, 2, 3, 4. Lassan meglátjuk, hogy mi ez. És ez nem más, mint... kurva nagy lett a fejem. Á, ez egy odd mushroom, vagy valamilyen gomba volt. Ez egy all-stat sap lényegében, és... tudjátok, itt mivel féláron lesz a dolog? Tudjátok, hogy milyen hasznos lenne nekem az a létre? Cancer, szerintem... te jobb vagy, mint a izé... anyunak a gyöngye. Na mindegy, ezt újra fogom pörgetni, és meg fogom venni bármi is van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7, hogy húzzam az időtöket. Na vajon mi vagy? Nem más, mint... fogalmam sincs. Anyunak a tatyója? Nem, mert nem tudok ezt a kettő trinketet magamnál vinni. Ezt a Spirit Heartot megveszem. És most már le fog menni a sebzésünk, de se baj, lesznek pénze. És eddig is a pénz csak úgy jött, csak úgy ömlött. Á, ez a Campus, király! Jó vétel volt. Azért ahhoz a szívhez még mindig nem tudok hozzáférni. Na, és van egy olyan érzésem ezzel a menettel kapcsolatban, hogy szerintem anyu lábát simán megöljük. Ha csak nem a Necropolis-t fogom kapni a következő emeleten, mert akkor... ajaj. Mert akkor már romolhatnak az esélyünk, és már is megy le a lefolyóba a pénz, amit elköltöttem arra a Spirit Heart-ra. Még több bomba. Ó, ez a szoba borzalmas. Utálom. És most komolyan majdnem... ajaj. Mit csinálok? Mi a faszom velem? Miért mentem bele abba a lövésbe? Na mindegy. Hú, kettő lövéstől meghalok, és nem akarok meghalni. Necropolis, te egy homokos vagy, és már is. A Spirit Heartokat csak úgy veszítem, nekem gyűjtenem kéne a Spirit Heartokat, nem elveszítenem. Mindegy, ez van, hogyha berosdásodok. Vagy csak simán béna játékos vagyok, nem tudom. Oké, megint lesz egy csomó pénzünk. Nő a sebzés, és nekem már inkább a boss szobához kéne küzdenem magam, nem körbenézni a Necropolisban, mert... először igaz, még az item szobánkat is le kéne csekkolni. Na... lehet, hogy nagyobb lenne a túlélési esélyem, hogyha anyu gyöngyével mennék inkább, mert az... mert az még növeli a Spirit Heartok spawnolásának az esélyét. Aj, baszki. Oda én már vissza nem megyek. Minimás. Téged amúgy sem szerettek. Nem is biztos, hogy minimás, de ez a minimás. Oké, akkor újra pörgetlek. Egyszer. És csak kétszer. Felveszlek és meglátjuk, hogy mi van, mi vagy. Á, egy attack fly. Nem a legjobb, sőt, most nekem ez kéne a legkevésbé. Ne, fél óra, és még mindig a Necropolis egyben vagyunk. Ne. Kicsit fel kéne pörgetni, rendben megint. Max sebzés. Még mindig sem tudjátok, hogy értem a max sebzést. Elveszítettem a Spirit Heartot, amiért olyan sok pénzt költöttem. 5 pénzt. Umbilical cord, vagy hogy kell kiejteni. És közi meg a bossunkkal ki. Háború, még egy item, amit nem tudok újra pörgetni. Király, viszont a körülöttem forgó szarok csak úgy védik le a lövéseket, aminek örülök természetesen. És Gish, az jó lenne, ha minél többször le tudnád lassítani, mert az a cseh, hogyha most elkezd felén futni, akkor itt bajok lesznek. Mindegy, elég nagy a sebzésem szerencsére. Természetesen nem kaptam a kut az ördögő, mert túl sok piros szív sebzést kaptam be.
Menjünk tovább, itt nekem már nincsen dolgom. Depths 2, köszönöm Istenem, maga egy igazán kedves úriember. Hogyha létezik. Ki tudja. Hogyha létezik, akkor egyszer ne haragudj rám, amiért kételkedek abban, hogy létezem. Igazából annyira nem is kételkedek. Csak nem vagyok benne biztos, ami kételkedést jelent, de valamennyire hiszek benne, sőt, jó hinni valamiben, és inkább azt mondanám, hogy hiszek. Amúgy szerintem nemrég kaptam a range up-ot, lehet, hogy azt nem látom magamon. Meg kicsit olyan, mintha messzebb elmennének a lövéseim. Még több pénz, amit nem veszek fel, mert pazarlás lenne. Kicsit frame droppos a játék. Három lövésből elkaptam egy zombit, úgyhogy a segítőim is, vagy a követőim is besegítettek. Közben még az attack fly is azért végzi a dolgot, azért nem a legrosszabb item természetesen. Hey haver, neked nem kéne így megfordulnod. És ez a jó irány a bosszunk és a boltunk felé. És minden bizony a boltunkban lehet, hogy megint grid lesz. Mert egy kör alatt én már tapasztaltam, hogy többször is megjelenik a csávó. De azért le fogom csekkolni, hát ha van ott valami értékes. Úgyis visszanyerem a pénzemet. Na. Egész hamar megerőszakoltuk azt a szegény párat. És ezzel az végre gyűjtem a split heartokat. Ajaj. Repülés az nagyon jó lenne, csak az alkukat az ördöggel nem nagyon merem csinálni. És lehet, hogy mondjátok például, hogy hé, már megjelent egyszer a halott macska, szóval többször nem kéne megjelenni. Ez nem igaz, még benne van a rotációban, mert még nem vettem fel. Még több pénz. Minden bizony nem foglak értéke. Kettőször supergrid egy izé alatt, kör alatt, azért ilyet még nem tapasztaltam. Csak egy, olyat, hogy egyszer egy supergrid és egyszer egy sima grid. Mert ez egyik ultra volt és a másik szuper, mert ilyen is van. Á, viszont egy item, amit újra tudok pörgetni, király. Lássuk, hogy miből élünk. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Az öt az ilyen varázsszám, és mintha ledobott volna valamit, vagy felvettem valamit. Ja, ez egy space baros item, király. Akkor még egyszer. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ah, Sacrificial Dagger. Nem a legjobb, de nem is a legrosszabb, és a legkínosabb az, hogy most nem küzdhetünk meg anyuval, mert akkor nem tudok bemenni az item szobánkba, ami fontos. Szóval inkább csak szépen küzdjük el oda a útunkat, magunkat pontosabban inkább, vagy nem is tudom. És csak nem fogunk olyan nehéz szobákkal találkozni, hiszen ez csak a depth. Ami könnyebb, mint a Necropolis. És a Necropolisban én egész közel álltam a halálhoz. Hát láttátok, ugyebár. Hogy mi történt vele, majdnem mivé lettem. Majdnem azoknak a kukacvető ízéknek a martalékává váltam. Jó lett volna, hogyha mellett a Tinted Drug mellett tudtam volna szétlőni azt a bombalegyet. De sajnos nem kaphatod meg mindig azt, amit akarsz. És eléggé úgy beszélek a Binding of Isaac videóimban, mint Northern Lion. Gondolom sokan nem ismertek, remélem azért sokan ismertek. Mindenek lenni, hogy most mondtam, hogy minden bizony nem ismertek sokan, mert nagyon jó YouTube-os. És hogyha olyan Binding of Isaac videókat akartok látni, ahol tényleg valamire viszi is az ember, akkor nézzétek őt. Nem mondom azt, én nem vagyok egy túl jó játékos, de mostanában én is viszem valamire. A legtöbb videóimban nem halok meg, csak úgy legutoljára is Isaacnél, meg Blue Babynél haltam meg. Ami természetesen király. Na, ezt a zöldet hadd öljem meg. Nem azért, mert rasszista lennék, vagy valami, csak ő a legveszélyesebb. Még több zombi, és nyugodtan használhatnék bombákat talán, de nem szívesen teszem. A harcon ritkán használok bombákat. Na. Tudom, hogy csak hátulról lehet őket megsebezni, de azért lövöm őket előről is, mert akkor csak egy irányba tudnak mozogni. Nem tudom, hogy bug-e vagy direkt vannak kiprogramozva, de nagyon hasznos. Vagy hogyha MLG lennék kifejezetten, akkor használnám a Sacrificial Daggert meg az ilyeneket. És Spelunker's Helmet az nem a legjobb item, de legalább megmutatna, hogy hol vannak a titkos szöveg. Újra foglak pörgetni négyszer. Kettő, három, négy. Vegyük fel a rossz fiút, vagy rossz lányt, ki tudja. A Doctor's Remote. Egyszer, kettőször, háromszor. Most meglátjuk, hogy mit ad nekünk a sors. Mi ez? Speed up? Mintha gyorsabb lennék, és kicsebb lett volna a fejem, akkor ez egy odd mushroom volt, azt hiszem. Ja, ez az odd mushroom. Így felismerem, abból meg kibaszott gyorsan lövök. De most úgyis kicsit lassabban fogunk lőni, mert most el fogjuk veszíteni
a Cancert, a rákot a Polaroidért cserébe. Tudjátok, mint ezt a felsőmet, tehát még meg fogom bánni, de benézek ide. Menj szobát, nem, ez egy kifejezetten könnyű szoba. És még egy szobával közel jutottam ahhoz, hogy kapjak egy Spirit Heartot a Relict-től. És tudjátok, mint eddig bevált. Szóval szétrobantom ezeket. És még párszor játszhatnám is, mert tele vagyok pénzem. De inkább csak szétrobantom. Vannak szívek is a pályán. Tudjátok, mit játszani fogok ezzel is. Hát, ha szerencsénk lesz, megkapjuk az izét. A... Heltapot. De azt tudom, hogy is újra kéne pörgetni, szóval lehet, hogy egy buta húzás volt. De a lényeg az, hogy itt most játszhatok ebben a... Arcade-ban egy pöppet. Életet kérek szépen, vagy a Mulligan, az is jó. Jó lett volna, ha egyből megkapom, de sajnos elég kicsi az esély. Kulcsok azok nem kellenek. Tudjátok, hogy kicsit simán szétrobbantólag. Nekem ehhez most nincsen kedvem. Á, vissza, hogy kapok egy csomó életet. Kulcsok, köszönöm szépen. Te meg egy olyan pirula vagy, amit már használtam egyszer. Telepirulék. Ez jó. Nekünk ez kell. A telepirula kell. Növelni fogja az esélyt arra, hogy kapok egy... alkut az ördöggel. Á, vissza is kerültünk full életre, miután anyuval végeztem. Mert... Amúgy, hogyha csak simán megküzdesz vele, akkor nem fogom megjelenni az ajtó, de hogyha kiteleportálsz, és aztán visszasétálsz, akkor megjelenhet az ajtó. The more you know. 36 perc alatt ide ment a... Womb előtt. Gyorsabbnak kell lennem, és most igen, nekem ez áll csak a szememet, hogy gyorsabb legyek. Regular és anyu. Nem tudom, miért akartam angolul beszélni először. A lényegében csak angol nyelvű videókat nézek erről a Binding... Sőt, mindenről csak angol nyelvű videókat nézek, szóval nem is értem, hogy mi van. A Binding of Isaac egy különleges dolog. Na, egész hamar megerőszakolom szegényemit, és nem gondoltam, hogy ezt valaha ki fogom mondani. Na. Pentagram! Fel akarlak menni, drágám. És tudod képzelni, mennyire milyen gyorsan ülök. Még így is kifejezetten gyors. Oké, Pentagram, sajnálom, de újra kell, hogy baszogassalak. 1, 2, 3, ezt most tisztelt fogom, 4, 5, 6, 7, legyen csak 7. Nem tudom, mit vettem fel. Ez egy space bar-os item. Akkor még az a maradék 3, amik jönött. 8, 9, 10. És most... Nem más, mint... Megint csak egy speed up. Az öv, igen, az öv. Akkor telepirulek ki. Be az árkádban. És remélhetőleg nem hiába csináltam ezt az egészet. Hé, a csávó még él! A csávó még él. Te még miért vagy életben? Egy pirula, ami minden bizony a karma hatásával bántani fog engem. Bumser key, rendben, ez fáj. De nem hiszem, hogy nagyon befolyásolni fogja a dolgot. Max adok magamnak még egy skeletonkit itt. Vagy találok még egy Bumser key pirulát. Hogyha találok még egyet, akkor minden bizonyal beveszem, mert elég csalás, hogy csak úgy szerzek 92 bombát. Na mindegy, alkoz ördöggel, nem kaptam, oké, ez most nem vált be. Na mindegy, menjünk tovább a Wombba, remélem, hogy nem a Utero lesz az. De Womb, király. És rájöjjük meg ezeket a cisztákat. Könyörgöm, haj meg minden gyorsabban. Nem mintha egy túlságosan és nehéz ellenség lennél. Még egy is gyorsan lövök, ami... Egyszerre jó is, meg nem is. Isaacnél egy rohadt nagy szar lesz. Jó, hogyha ilyen gyorsan lövök. Nem szeretem, mikor Isaacnél gyorsan lövök. Inkább lassú, de kibaszott erős lövések. Lásd Brimstone, vagy valami ilyesmi. De vannak körülöttem forgó szarok. Rendben. Azok fel fogják fogni a lövéseket. Pénz nem kell nekem, haver. Fogd már fel. Felrobbantom ezt a... gépet, játékgépet, mert nincsen kedvem szórakozni vele. Még több pénz. Van árkád ezen az emeletem? Úgy néz ki, vagy nincs? Ajaj. Hál' Istennek nem talált el engem az a gluttony. Zsír, még több bomba, amire nagyon szükségem van. Ez is beválik, ez is megteszi. Egyszer játszom. És rásétálok a izére, aztán visszamegyek. Ezért a fél szívért. És biztos kérdezek, hogy ennek mi értelme volt, Süti? Ennek az értelme volt, hogy mikor már csak egy ütésre állok a haláltól, mivel csak fél életem lesz, ezért... Hé, csak semmi hirtelen mozdulat. Te gyorsan sétálj rá arra.
akkor, mikor már csak fél életem lesz, akkor a Polaroid be fog kapcsolni. És lesz egy kis halhatatlanságom, és ezzel növelni fogom a túlélési esélyemet, és te milyen pirula vagy ismerlek, mert Pretty Fly, mert is ne használnak el még egyszer. Arachnid vagy, hogy hívnak, vagy Daddy Longlegs, nem, te nem Daddy Longlegs vagy, ez lehetetlen. Miért haltak meg egyből a dolgok, amiket kilőttél? Ilyen kibaszott erős vagyok? Könnyen meg lehet. Lészi, ne tapassam. Zsír! A pénzes zsák, nem is tudtam, hogy ezt boss szobában meg lehet kapni. Na mindegy, újra pörgetem egyszer, kétszer, háromszor. És megkapom a... A Book of Belial-t. Azt egyébként most szívesen megtartanám, az is egy olyan könyv van, miért szívesen leváltanám a D6-ost. Mert így is egész sokat szedek, megint csak háromszor. Egyszer, kétszer, háromszor. Képzeljétek el, hogyha most nekem meg lenne anyunak a késő. Milyen kibaszott erős lennék. Ne! Ipekek. Mert túl sok range-upot kaptam, szerintem az, hogy működj rendesen. Na mindegy. Itt van megint a Mitre. Téged fel akarlak venni, de sajnos nem fog menni, szóval megint újra pörgetlek. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Aztán felveszlek és konyolgom. Sacred Hearts, mert az le fogja váltani az ipekakot. Ez a biblia, rendben, azt elhasználjuk így, és akkor tudok repülni a szobára. Jéééé, repülő ipekak, az végül is nem olyan rossz. De vissza a D6-ossal, és megint csak négyszer. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Vegyük csak fel megint. És doppergés, óóóó! Scapular, yeah, pont az kellett nekem a legjobban, juhú! Seggfejjáték. Nem baj, az ipekak segítségével erős leszek, és ott van egy grid ebben a szobában. Miért? Á, nincs engedem bele harcolni, miért is harcolnék? Na, úgy nem. Hát egy gyönyörű lövés volt. Rendben. Ez már szép lett volna, mégis ez már szép volt, szerintem megölt egy csomót. Rendben, ipekek. Hú, te se szeretsz engem, én se szeretlek téged, az egy gyönyörű lövés volt attól a seggfejtől. De most együtt kell működnünk. És hogy ment a... Borzalmas. Eddig egy Spirit Heart minuszban vagyok, amit ezen az emeten kaptam, kettő. Nem szeretlek épekek. Így is olyan kibaszott erősek voltunk. Miért? Játék, miért? Miért? De most tök gyenge az ipekak lövésem hozzá képest a... Olyan kibaszott gyorsan öttem olyan erős könnyeket, semmi értelme nincs. Utállak ipekek. Rühellek. Az agyvelő meghal egy lövéstől, király. Az legalább pozitív. De még mindig gyorsan öttem erős könnyeket, nincs jobban nem. Meg könnyebb lesz az anyu szíve harc, meg az Isaac harc is igazából. Összes harc könnyű lesz. Könnyebb legalábbis. Akkor miért utálom az ipekakat? Mert még így is egy olyan item, ami többször öl meg téged. Mint az ellenséget. Na mindegy. Van aki szereti, van aki nem. Én azok közé tartozok, aki nem szereti. Most is nagyobb az esély, magamat fogom eltalálni az ipekakkal, vagy hogy bekapok egy sérülést, mert be is kaptam igazából. Könyörgöm, haver! Végre! Innen meg már rohadt könnyű lesz az egész. Nem tudom, mit fogok csinálni a... Hogy is hívják a katedrálisban, mert ott nem azért nehezebb dolgunk lesz. Egy kis frame drop a végére, azokat a szíveket véletlenül se akarom felvenni, és menjünk. Mi? Na mindegy. Yeah. Plusz egy sérülés a kedvencem. Fair volt. Egy Loki. Ez az egyik Lokinak mellettek is. Most a másiknak kell meghalnia. Ajajajajajaj. A végére eléggé kezdenek szétesni a dolgok. Greedek. Remélhetőleg ez az a... Minden bizony az a jó irány. Rendben, ti meg seggfejek vagytok. Fehér legyek, oké. Okay. Ez nem jó. Ez az kettő Spirit Heart. Rendben, Ipekak plusz Fistula nem a legjobb összeállítás szerintem. Mind a kedvenében most teljesen egyenesen három újságbűjükat téptem szegényről. A szív nem kell nekem, és Isaac, mutasd mit tud csak fej.
remélhetően nem fogsz nekem túl sok sérülésbe jönni. Oké, egy sérülés megvolt. Én akkor oda kéne mennem és ledobnom egy bombát. Én sem kettő sérülés megvolt, azért nem lesz jó. De már a második fázisában van. Nem védenek engem elég a körülöttem forgó szarok. A kés egyáltalán véd. Nem is biztos, hogy az véd, az lehet, hogy csak sebez, vág. Már most mintha levédett volna egy lövést, szóval nem szóltam semmit. És megyünk fel a ládában 45 perc alatt. A boss harc kibaszott messze van. Nem ezt egyenként kéne csinálnom. Téged egyszer foglak, helyet kettőször, ne helyet háromszor. És nem más vagy, mint Doppergest kérek. Senki se tudja. Csak ne a... Már reflection legyen és akkor rendben vagyunk. PHD az... Egy full health pirulaként még jól jönne, de most újra fogom pörgetni. Ez is háromszor, most itt mindent háromszor fog. Egyszer, kétszer, háromszor, menjünk bele. És megkapjuk a... a Guardian Angel, király. Ez az utolsó legyemet is leváltotta. Benned a... Seven Book of Sins. Azt felvettem, hogy többször jelenhessen meg, és újra pörgetem. Egyszer, kétszer, háromszor. És megkapom belőle. Nem működik egyáltalán a parazita. A ipegakkal, de se vagy. És ez Roid Rage. Lehet, hogy gyorsabb leszek, és te még egy range is, nem tudom. Egyszer, kétszer, háromszor. Megkapom a... Nem tudom, hogy mi ez. Nem tudom, mit kaptam. Poison Touch, király. Akkor most induljunk el, minden bizonyára erre kell mennünk. Rendben, nekem is vannak bombáim, seggfej. Hé, halál, ne fogyaszd le az időt. Hé, haver. Ez ijesztő volt, egyszer csak... Ugye az előbb jól láttam, hogy működött a izé? Szétváltak a lövéseim? Vagy csak képzelettem? Mert ez a plusz egy csík metamfetamin betett? Csak viccel. Rendben, ezt jól be kell időzíteni. Nem így. Nem is így, hanem így. MLG. Igen, valóban szétválnak a lövéseim, de csak random. És nem is robbanó lövéseké. Ez fájt neki, mert még meg is... Még... mérgező sebzést is kapott. Ez közel se volt. Ez se volt közel. Lehet, hogy inkább a követőimmel kéne elintéznem. És valóban a követőimmel is intézték. Rendben, ilyen szobák jöhetnek nyugodtan, mert ez még a könnyű. Épekek, te egy gyenge szar vagy az én előző lövéseimhez képest, utálag. Lehet, hogy már ezeknél meghaltam volna szeretni, most meg kéne köszönöm Épekeket egyébként, hogy megjelent. SMB Superfan, ezzel örömmel felvenném. Egyszer, kétszer, háromszor. Igazából nem egy lassítás. És megkapom helyette a... Én már nem tudom. Én már nem tudom. Megint ugyanaz a szoba, nyugodtan jött, mert ez egy könnyű szoba volt az előbb is. Még csak a izék se tudtak engem eltalálni. Au, igen, az csak hogy vártam, hogy becsapódjon. Mert én egy trooper vagyok. Ma. Leszállt a póniáról a seggfejünk. Halott madarat kaptam meg? Igen, ott repül valahol a halott madár, akkor minden bizonyos azt kaptam meg. Nyilvánvalóan igazából. Rábízom a követőjénbe, hogy elintézzék a rohadékot. Na. Ajaj. Azt hittem, hogy el fog kapni. És vajon merre? Szerintem erre logikusabb. Tévedtem. És ez a hely borzalmas lenne, hogyha körülöttem forgó szarok nem tudnak megölni a pókokat? Zsír. Akkor minden bizonnyal ide le kell menni. Ó, baszki! Igen, kettő speed heartot el kellett pazarolnom ahhoz, hogy én tehát tudjak menni. Borzalmas. Tudtam, hogy egy ilyen szobával össze fogom futni, és tudtam, hogy az ilyen végletes lesz. Épekek egyáltalán sebzi ezt a rohadékot? Igen, sebzi a kör. Régen voltak olyan ellenségek, akiket a robbanó dolgok nem tudtak sebezni. És felrobbantottam magam az ipekakommal. Seggfej. Az nekem nem kell. Még egy kakés szoba, nem, csapszoba, az is jó. Magamat nem robbanthatom fel. Ez elég szar. Megint felrobbantottam magam. Vagy neki mentem csapnak, nem tudom. De azt a szívet tudom hasznosítani.
Épek Ekte egy nagyon rossz item vagy. Zsír. Na, hogy felvegyem azt a félszíjat. És megnézzük, hogy Blue Baby megerőszakol-e engem, vagy megerőszakol-e engem. Ha ezek sikerült kettős érdéssel, akkor Blue Baby is fog. Nem tudom, meglátjuk. Csak is belasítani, az csodálatos lenne. Nem talál engem el sokszor, szóval szerintem sikerülni fog. Ja, Mother, nem tudom mi a fasz csinálsz, de jó, hogy, jó lenne, hogyha bemenni oda, és most már jönnek az angyalfétuszok is, és nyertem. Zsír. Szerintem ez egy egész mókás challenge-en lehetett. Amúgy, most ezzel a befejezés jut eszembe, hogy a Binding of Isaacnek egy kibaszott szomorú történetem. És lusta vagyok elmagyarázni, szóval lehet, hogy a képet, ami benne van, azt... Nem tudom, amiben le van írva a sztori, azt berakom a leírásba, szóval akit érdekel, az nyugodtan csekkolja le. Mindegy, remélem tetszett ez a challenge-en, hogyha kreatív vagy, és tényleg kreatív, mert csak a kreatívak érdekelnek, már bocsánat. Hogyha akkor nyugodtan mondhatsz még challenge-enokat. Mondhatok ti challenge-enokat, mert ezzel örömmel megcsinálom őket. Szóval, remélem tetszett, visszatlak közelebb a következő résznél, és addig is sziasztok!